Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, Romhányi Sándorné óvodapedagógus a Karcag Város kultúrájáért díjat vehette át a közelmúltban. Most Aktuális Kérdések című heti magazin műsoron következik, melyben az óvodapedagógussal beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Romhányi Sándorné, a Jókai úti tagóvoda vezetővoda pedagógusa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert a közelmúltban egy rangos városi díjat vehetett át. Ehhez szívből gratulálunk, ez a Karcag Város kultúrájáért díj volt. Meséljen nekünk arról, hogy hogyan is zajlott ez a díjátadó, ez az ünnepség. Mit érzett ekkor, amikor átvette ezt a díjat? Azért vagyok büszke, hogy megkaphattam ezt a díjat, mert ez egy alulról jövő kezdeményezés. Az óvodapedagógusok véleménye alapján kerülnek föl nevek arra a listára, amit az intézményvezető fölterjeszt az önkormányzat felé, és az önkormányzat testülete dönti el, hogy ki az, aki méltó erre a díjra, és ebben az évben úgy ítélték meg, hogy én vagyok az, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szépen köszönöm. Mikor volt ez a díjátadó, milyen keretek között, hogyan zajlott az ünnepség? Az ünnepség e hónap 23-án egy csütörtök délután volt, 2 órakor nagyon ünnepélyes körülmények között. Tulajdonképpen a Madarász Imre Egyesített Óvoda pedagógus napi rendezvényén, ünnepségén került erre sor. Ott kaptam meg én is ezt a díjat, polgármester úr adta át, jó kívánságai közepette. Gratulálunk még egyszer hozzá. Tudott-e arról, hogy díjat fog kapni? Tehát jelezték-e ugye azt mondta, hogy alulról jövő kezdeményezés, és gyakorlatilag az óvoda vezetősége terjeszti föl az önkormányzat felé, jelezték ezt esetleg önnek valamilyen formában, vagy abszolút meglepetés volt? Nem jelezték. Ez igazából nem publikus addig, amíg a testület nem dönti el, hogy ki az a személy, aki ezt a díjat megkaphatja. Levélben értesített ki az önkormányzat arról, hogy engem részesít ebben a díjban. Tehát akkor szembesültem vele igazán. Nem először díjazták meg, hiszen az elmúlt évek során már az óvodát is, ugye a Jókai úti tagóvodának a vezetője, az óvodát is díjazták, illetve ön is volt az évóvonője. Mikor történt mindez? Ez 2 évvel ezelőtt, 2014-ben, nagy boldogságunkra a Jókai úti óvoda lett az év óvodája. Az év óvodája és az év pedagógusa, illetve dajkája, vagy nevelő munkásegítő munkatársa, ezek intézményi díjak. És az összes óvodában dolgozó óvonéni, dajkanéni, pedagógiai asszisztens véleménye számít abban, hogy ki melyik évben kapja meg ezt a díjat, és 2014-ben megkapta a Jókai úti óvoda, és úgy ítélték meg, hogy érdemes voltam én is erre a díjra, és akkor megkaptam. Mit érzett akkor, és mit érzett most, amikor átvehette a városi díjat? Az évdíjazottjait minden évben egy tanév eredményes munkája alapján díjazza a közösségünk. Én azt gondolom, hogy a Karcag Város kultúrájáért díj, hát több évtizedes munka eredménye. Mit érzett, amikor átvette? Hát nagyon örültem neki,
Nagyon örültem neki. Ez egy elismerés. Egy elismerés azért a munkáért, amit tulajdonképpen 35 éve vagyok óvónő, és folyamatosan igyekeztem a tudásomat fejleszteni, igyekeztem helytállni, próbáltam olyan újszerű, innovatív dolgokat kipróbálni, amivel esetleg példát mutatok a többieknek, illetve nagyon sokat tanultam a többiektől is, tehát mikor melyik oldalon áll az ember, de nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni egymástól is az óvodában. Azt mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy eredményes munka folyjon egy óvodában. Vezetőként hogy látja, mitől lehet eredményes egy óvodának a munkája, mi kell ahhoz, hogy egy jó csapatban tudjanak dolgozni? Hát kellenek innovatív ötletek, és az teljesen mindegy, hogy kitől érkezik. Érkezhet óvónőtől, érkezhet dajkától, érkezhet pedagógiai asszisztenstől, hiszen ha egységben gondolkodunk, és tagovodai egységben dolgozunk, ott mindenki egyenrangú. Mindenki végzi a saját területén azt, ami az ő feladata, de ott maximumot kell teljesíteni. Jönnek az ötletek, csak együtt vált válhoz vetve lehet csapatként megvalósítani dolgokat. Én azt gondolom, hogy tagintézményvezetőként föl kell mérni azt, hogy kinek mely terület az erőssége. Melyik területen lehet rábízni feladatokat, ahhoz viszont jól kell ismerni azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk. És ha mindenki azt a területet választja, vagy kapja meg éppen, ami az ő erőssége, akkor mindenki a maximumot és a legtöbbet teheti ahhoz a feladat megoldáshoz, amit éppen bevállalunk és felvállalunk. Mert erről még mindjárt beszélünk egy picit részletesebben, hogy például önnek mi az erőssége, de kezdjük talán onnan, hogy egy picit beszéljünk az életútjáról. Hogyan indult a pályája, hol végezte az iskoláit, mit lehet tudnunk önről, hogyan mutatkozna be? Hát én 1981-ben végeztem Szarvason az óvónőképző intézetben, akkor még, így hívták. Óvodapedagógusként dolgoztam hosszú-hosszú éveken keresztül. 2000-ben végeztem el a vezető óvodapedagógus szakot, illetve folyamatosan jártam továbbképzésekre, nem csak a szervezett továbbképzések, hanem az intézményen belüli továbbképzési lehetőségek, az egymástól tanulás adta meg azt a lehetőséget, hogy kiteljesedjen tulajdonképpen az ember szakmai munkája, illetve hát az autodidakta fejlesztés az, ami nagyon fontos. Több olyan gyűjteményt készítettem az óvodákban, ami egy-egy terület, egy-egy részterület mélyebb kutakodás utáni eredményét adta, és ezeket a gyűjteményeket, ezeket a mai napokban is tudjuk használni a munkánk során, mert minden évben, minden tanévben más a kiemelt nevelési területünk, és gyakorlatilag már minden nevelési területhez sikerült olyan anyagokat összegyűjtenem, illetve önző módon nem mondhatom, hogy csak egyedül, mert nagyon sok munkaközösségünk is készített ilyen óvodai belső használatra gyűjteményeket, ami a munkánkat segíti tulajdonképpen. Egy-egy elemét kivéve, továbbfejlesztve, tovább bővítve, sosem ugyanúgy és sosem ugyanazt, így tudjuk felhasználni őket. És akkor, ami igazán sarkalatos pontja az életemnek, 27 évig dolgoztam a Táncsics körút 19-es óvodában. Nagyon szerettem, nagyon jó kis közösség volt, de 2009-ben, amikor Szarka Lászlóné, akkori intézményvezető asszony fölajánlotta a Jókai úti óvoda tagintézményvezetői lehetőségét, akkor még nem tudtam, hogy micsoda csoda vár rám. Tudatlanul léptem be az óvoda kapuján, sikerült olyan közösséget összekovácsolni, amihez persze én egyedül kevés vagyok, kellett az ő támogatásuk és együttműködésük is. Tulajdonképpen a zsebkendő négy sarkában a hegyet el tudnánk hordani. Mit jelent az, hogy minden évben más a nevelési terület? Minden évben aktuális nevelési területeket választunk ki. Az egészséges életmód, az egészséges életmódra nevelés, az tulajdonképpen teljesen átövezi, tehát az minden évben kiemelt területünk, de volt egy év, amikor kifejezetten ezen a területen kerestük az innovatív megoldásokat, az újszerű dolgokat, akkortájt
rendeztük meg először az egészségnapunkat, ami azóta is minden évben megrendezzük szülőkkel együtt. De ez nagyon sikeres is szokott lenni. Hát igen, nagyon szeretik a szülők, nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon szeretjük mi is. Nagyon-nagyon sok támogatást kapunk a szülőktől. Illetve ebben a tanévben olyan szülői munkaközösségi tagjaink voltak, akik fantasztikusan és maximálisan támogatták és mellettünk álltak a munkában, és segítették ötletekkel, még a megvalósításban is. Így nagyon könnyű. És ugye néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor adtunk arról hírt, hogy teljesen megújult a Jókai úti tagóvoda. Mit jelent egy intézmény életében az, hogy minél szebb körülmények között dolgozhatnak? Tehát mennyiben befolyásolja ez akár a munkát, akár a légkört? Akkor, amikor 2011-ben olyan szerencsében részesültünk, hogy egy nyertes pályázat útján teljes körűen felújították az óvodánkat, csodaszépé varázsolták. Nem csak csodaszépé, csuda jóvá is. Mert nem csak kicseréltek mindent és felújítottak mindent, hanem azt olyan szinten valósították meg, ami a mai napig abban a formájában tartja magát, és nincs vele probléma, és nincs vele gond. Akkor, amikor megkaptunk egy felújított óvodai környezetet, akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát igen, az rendben van, hogy felújították, és kívülről szép, és minden új, és minden esztétikus. Igyekeztünk természetes anyagokkal, leegyszerűsített formákkal dekorálni, esztétikusabbá, szebbé tenni. Mi az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozunk az óvodánkban. Ez ad egy keretet, egy megfelelőségi keretet. Nem előírásnak nevezném, mert azért túl nagy a szabadságunk ahhoz, hogy ez az legyen, de megadja azt a keretet, amiben mi gondolkodhatunk a dekorálással, a díszítéssel, a tárgyak készítésével és magával a formával. Ez nagy segítség volt számunkra. Igyekeztünk a legszebbet, legjobbat kihozni belőle, és mindemellett még nem csak az óvodát szépítettük belülről, hogy esztétikus legyen, higiénikus, szép, tiszta, az udvarunkat is próbáltuk a lehető legszebbé varázsolni, ehhez nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől. Ezt akartam pont megkérdezni, hogy emlékszem annak idején, amikor felújították az óvodát, akkor a szülők is aktívan közreműködtek ebben. Megvan-e még most is a szülők részéről az, hogy ugye mondta, hogy a művészetekkel foglalkoznak gyakorlatilag, tehát ez a úgymond szakterületük, mennyire vonják be például ezekbe a díszítésekbe a gyerekeket, akár a szülőket? Hát a díszítés az alaphang. Azt igazán nem is emlegetném, hiszen hát az úgy van, tehát az úgy kialakul. Én inkább a művészeti rész felé próbálnám terelni a szót, ha megengedi. Most például ebben a tanévben helyi festők festményeiből készítünk reprodukciós gyűjteményt, hogy a gyerekeink megismerhessék azokat a helyi művészeket, akik közöttünk élnek, összefuthatnak vele a boltban, a játszótér mellett, az utcán, bármikor, és hogy tudják, hogy ez a bácsi az, vagy ő az a néni, aki ezt a gyönyörűséges festményt, ami ott az óvodában egy kis mappába le van fűzve, ő készítette. Ez csak az egyik oldala. A másik oldala a művészetekkel való kapcsolattartásnak a szülők felé. Ebben az évben madárbarát óvoda lettünk. Elsőként a városban. Ez nagyon mit jelent? Nagyon büszkék vagyunk rá. A Magyar Madártani Intézettel vettük fel a kapcsolatot. Van egy elvárás rendje tulajdonképpen, aminek meg kellett, hogy feleljünk. Egy pályázatot kellett benyújtani, amit benyújtottunk, és sikeresnek ítélték, és megkaptuk ezt a címet. Ennek a címnek, hát gondoltuk, adunk egy szép keretet, egy szép műsorral, egy átadó műsorral kedveskedtünk a szülőknek, gyerekeinknek, és tettük boldoggá magunkat is. És az első alkalommal ezen a rendezvényen állt föl, és énekelt a szülői kórusunk. Nagypapá... Hogyan alakult meg ez a szülői kórus? Ez nem egy, tehát nem egy általános jelenség szerintem a közösségek életében. Nagyon aktívak a szülők.
mindenbe bevonhatók, kellő tapintattal, megfelelő módon megkörnyékezve őket, sikerült bevonni. Tehát kellett egy kis ráhatás? Kellett egy kis ráhatás, de ez nem az én érdemem. Ez Molnányi Győri Erika érdeme, hiszen a zenei területen ő az, aki legmagasabb szinten műveli, élvezi és roppant módon aktív ezen a területen is, és ő volt az, aki megszervezte ezt a szülői kórust, ahol nem csak édesanyák, hanem nagypapa, nagypapák is énekelnek. Ugye az nagyszülőknek is van kapcsolata az óvodával, hiszen mai rohanó világunkban nem biztos, hogy a szülők odaérnek a munkából a gyerekekért, és akkor gondolom ezáltal be lehet vonni így a nagyszülőket, hiszen mennek a csemetékért, az unokákért. Nem csak ilyen szinten. Igen, valóban jól látja Andrea, de érdeklődők a nagyszülők. Ott vannak a rendezvényeinken, érdeklődnek, miben tudnak segíteni, hogyan tudnának odaállni, hogy még szebbé, még jobbá tehessük az óvodai nevelésünket. Nagyon-nagyon nem kellett őket rábeszélni dolgokra, egy kicsi doszogatás kellett, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a díjátadó ünnepségemen is legnagyobb meglepetésemre fölálltak és énekeltek nekem, és ez nagyon sokat jelent. Beszéljünk most egy picit még olyan tekintetben az óvodáról, hogy azt mondta ugye, hogy nagyon fontos az, hogy egy jó munkaközösségben dolgozzanak. Mondj el nekünk azt, hogy hányan dolgoznak, illetve hány csoporttal működnek, hány gyermek jár abba a tagóvodába. Két csoportos óvoda. Két csoportban, vegyes csoportban neveljük a gyermekeinket, ami azt jelenti, hogy 3-tól 7 éves korig. Annak minden előnyével és kevésbé jó oldalával, mert hát ugye az is van. Két-két óvónéni dolgozik a csoportban, tehát 4 óvodapedagógus, egy-egy dajka, tehát 2 dajka, és egy pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat. 47 gyermek járt ebben a tanévben hozzánk, egy családias légkörű közegben, egy családias légkörű közösségben, ahol igazából teljesen mindegy, hogy ki melyik csoportba jár, mert a fejlesztő foglalkozások, a foglalkozás kezdeményezések nyilván mindenkinek a saját csoportjában folyik, a saját óvónénie az, aki ezt elvégzi, de vannak olyan foglalkozások, ami csoportátjárhatóságot kellett, hogy biztosítsunk ahhoz, hogy a 3 éves gyermeket is kellőképpen tudjuk fejleszteni, és a 7 éves gyermek fejlesztése se sérüljön, vagy szenvedjen csorbát. Tehát vannak olyan foglalkozások, például a mozgás, mozgásos játék, a környezettevékeny megismerése, ahol szintén 2 csoportban dolgozunk, de a 2 csoportunk gyermekei átjárhatóságban vannak ott az én csoportomban, illetve a másik csoportban. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátunk, és igazából a pedagógiai asszisztensünk az ő nevelésében, az ő fejlődésének a segítségében, vagy segítésében ad legnagyobb segítséget, de tulajdonképpen bármelyik munkafázisban maximálisan teljesít. Hogyan látja azt a kérdést, amikor mondjuk még én óvodás voltam, ugye volt kis csoport, középső csoport, nagy csoport, ez volt az általános, nem emlékszem arra, vagy nem jutott olyan akár az én tudomásomra, hogy lettek volna úgymond vegyes csoportok, vagy átjárható csoportok azokban az időkben. Mi indokolta azt, hogy ezeket a csoportokat létrehozták? Tehát befolyásolja esetleg egy kisebb gyerek fejlődését az, hogy nagyobb gyerekek között van? Igen, én 27 évig a Tanzsicskiló 19-es óvodában dolgoztam, tiszta csoportokban. Csak kis csoport, csak középső csoport, csak nagy csoport. Amikor 2009-ben átkerültem a Jókai úti óvoda vegyes csoportjába, hát nem volt könnyű feladat. Kellett keresnem, hogy mi az előnye annak, hogy vegyes csoportú szervezésű gyermekcsoportban kell, hogy dolgozzon az ember, és megtaláltam. A gyerekek tudását, amit a fejlesztő foglalkozásokon átadunk, lehetőleg saját tapasztalású élményen keresztül, ezt, ami kell,
mi megadjuk a gyermekeknek, de ezen kívül mindenhonnan, máshonnan szívják magukba azokat az ismereteket, amiket néha csak kerekedik a szemünk a szülőknek, nagyszülőknek, ismerősöknek, hogy milyen tudásról számol be a gyermek, mert hallotta a tévében, vagy akárhonnan, máshonnan. A tudást az óvodában megkapja, máshonnan beszerezheti. De a szociális érettség, ami olyan fontos az iskolába kerüléskor, olyan fontos a gyerekek kapcsolattartásában, az vegyes csoportban sokkal hatékonyabban rá lehet nevelni a gyerekeket. Amikor a nagyobb gyermek segít a kisebbnek, amikor a kisebb alkalmazkodik a nagyhoz, vagy éppen megtanulja át, persze nem csak a jót, de ezért vagyunk mi, hogy azért ügyeljünk, hogy ez legyen a legkisebb százalékban. A szociális érettség szempontjából én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb egy vegyes csoport. Egyébként két csoportos óvodában nehéz lenne tiszta csoportban dolgozni, de tényleg nagyon-nagyon megszerettem, mert látom azokat az előnyöket, amik más csoportokkal szemben, ahol tiszta csoportban dolgoznak, nem tud olyan erőteljesen kifejlődni. Az riport elején, vagy a riport előtt beszélgettünk, és mondta, hogy hétfőtől bezár az óvoda, hogy elkezdődik a nyári szünidő. Hogyan értékeli, mennyire volt mozgalmas évük, milyen évük volt, milyen tanévük? Akkor, amikor 2014-ben megkaptuk az óvodának járó díjat, az év óvodája díjat, megbeszéltük a kolléganőinkkel, hogy ez egy olyan kitüntetés és olyan érdem, ami csak is és kizárólag arra jogosíthat fel minket, hogy soha többet, kevesebbet. Ezt a szintet meg kell tartani, erre csak úgymond rápakolni lehet még többet, még jobbat. Lehet adni, alkotni, adni a gyermekeinknek és a szülők felé. Akkor, amikor ez az év elindult, tavaly szeptemberében, tudtuk, hogy két kolléganőnknek minősítési eljárása lesz. Roppant nagy feladat, portfóliót írni, és aztán ugye ezt megvédeni. November 30-áig kellett két kolléganőnek a pedagógus portfólióját föltölteni, illetve tudtuk, hogy 2016 tavaszán minősítési eljárásukra kerül sor, ami szintén egy roppant nehéz folyamat, tehát rá kell készülni. Nem többet, nem jobban, de rá kell készülni. Azért csak egy stressz helyzet, nem vagyunk hozzászokva az ilyesféle dolgokhoz, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, akkor most semmi plusz ebben az évben, azokat a dolgokat, amiket biztosan tudunk, hogy meg kell valósítani, azokat kell olyan szinten, ami nincs lejjebb, mint eddig volt, tartani a szintet, és akkor a két kolléganőt mindenben segíteni, támogatni. Hát ehhez képest csak 3-4 rendezvényünk kellett több, csak annyival sikeredett többet megszerveznünk, kitalálnunk, de én azt gondolom, hogy ez az évünk is nagyon eredményes volt. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon összefogottan, nagyon egymásért és egymást segítve. Én azt gondolom és nagyon remélem, hogy a szülők megelégedésére is, illetve a fenntartó megelégedésére is. Mikor döntöttél, hogy óvónő lesz? Hát én akkor döntöttem el, hogy óvónő leszek, amikor még középiskolás voltam. Az első gondolatom nem ez volt, de született két unokaöcsém, akik kellőképpen zsiványok és csibészek voltak ahhoz, hogy megmutassák nekem az irányt, és megmutatták. Elmentem, sikeres volt a felvételim, elvégeztem, és én hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a munkát végezhetem, mert igazából ez nem munka, ez hivatás. Ugye tudjuk azt, hogy, tehát elmondta, hogy számtalan rendezvény volt, nagyon sok feladat, most beköszönt a szünidő, hogyan fogja tölteni, lesz egy kis pihenés, vagy már esetleg egy kis felkészülés a következő tanévre, ötletelés legalábbis fejben. Igen. Hát így, ahogy elmondta, úgy szépen végigpörgött bennem, hogy amit hallottam, minden lesz várhatóan. Otthon folytatódik az óvodáztatás, két óvodáskorú unokámmal, nyári szünetben be kell segíteni a gyerekeknek, de pihenést szeretnék, egy kicsit kikapcsolódni, és ebben a tanévben 6 pályázatot írtunk meg az óvodánkban, csak mióta két kis csoportunkban, most nyáron 2-re rá kell készülnünk,
hiszen a beadási határidő az nagyon közeli a tanévkezdéshez, és a tanévkezdéskor nagyon sok feladat van, aminek meg kell felelni, meg kell csinálni, és akkor nem lesz rá időnk, viszont ha már írunk, akkor olyat szeretnénk írni, ami nyertes is lesz. Tehát ennek a felkészülési ideje, ez a szabadság idején kell, hogy megtörténjen. Még egyszer szívből gratulálunk a díjához, a Karcagváros kultúrájáért díjához. Kellemes vakációt kívánunk, és jó felkészülésre következő tanévre. Köszönöm, hogy eljött nagyon hozzánk. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket a Kátai Gábor Kórházban, az előzőekben a Szemmelweis nap ünnepség volt, ahol dr. Fazekas Sándor főnős miniszter úr is ajándékot adott át, díjakat, jutalmakat, viszont meg is emlékezett arról a elmúlt évek fejlesztésről, amelyet elért itt a kórház. A Szemmelweis nap duplán ünnep a karcagi Kátai Gábor Kórházban azért is, mert a legnagyobb magyar orvosra emlékezünk, és azért is, mert az elmúlt néhány évben 1,6 milliárd, tehát 1600 millió forint értékű fejlesztés valósult meg, elég a rehabilitációs épület beruházására gondolni, műtőberendezésekre, egészségügyi gépekre, műszerekre, energetikai fejlesztésekre, mind-mind az itt dolgozók eredményesebb munkavégzését szolgálják, de döntően a karcagi emberek egészségét segítik. A kormány elkötelezett abban, hogy ezt a programot folytatja. Ebben személy szerint én is mindent megteszek azért, hogy a város ezen jelentős intézménye gyarapodjon, és így a 21. századi betegellátási színvonalat a karcagi, kunsági, középtiszavidéki emberek is élvezhessék. Itt elhangzott, hogy nagyon korszerű műszereket kapott az intézmény, viszont itt az elismerésekből látszott, hiszen nagyon sokan kaptak igazgatótestületi elismerést is, hogy nagyon jól dolgoznak a kórház szakemberei. Van egy mutató, a beteg elégedettség, amiben kifejezetten jól áll a karcagi kórház. A gépek, az épület, holtőke, a szolgálatkész emberek nélkül, azok nélkül, akik áldozatos munkájukkal igyekeznek helyreállítani az egészségünket, meggyógyítani bennünket, segítenek korosztálytól függetlenül, akár a legnehezebb helyzetben is. Nem könnyű az egészségügyben dolgozni, helytállni, nem hiszem, hogy lett volna olyan időszak, amikor könnyűnek volt ez nevezhető, és a mai világban különösen felértékelődik, amikor bizony nagyon nehéz betegségekkel kell megküzdeni, új betegségekkel, amelyek korábban szinte jelentéktelen előfordulással voltak. Az emberiség is távolodott, a természet közeli életmód, a civilizációs problémák vannak. Mindez egy még fokozottabb odafigyelést igénylő munkát követel meg. Én örülök annak, hogy a Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetése, az itt dolgozó orvosok, szakszemélyzet, ápolók, műtősök, mindenki, aki az élet bármely területén dolgozik, a legmagasabbat nyújtja. Ez egy nagy dolog a mai időben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úr elismeréssel szólt a kórházban dolgozók munkájáról, és arról biztosította az intézményt, hogy amit tud a város a továbbiakban is segíteni fog. Hát igen, ez így van. A helyzet az, hogy olyan munkát végeznek, ami példaértékű, tehát embert próbáló, és mindenképpen kell, hogy mindannyiunk érdekében ezt az intézményt és az intézményben dolgozókat támogassuk, amennyire csak lehet. Itt az előbb elhangzott, hogy milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakban, és mi lesz ma is, hiszen itt a sportnapon is a dolgozóknak a sportpályát avatják, tehát ezért az intézmény próbál a dolgozóinak is egy picit szabadidős tevékenységet is biztosítani. A gondoskodás az nagyon sokféle, és sok színű, és sok rétű lehet természetesen. Nyilvánvalóan meghatározza a munkavállaló, egy dolgozó lelkiállapotát, hogy mennyi pénzt kap, fizetésként, hol dolgozhat, milyen körülmények között, milyen eszközökkel.
milyen kollégákkal, hányan, megfelelő létszámban vannak-e, de természetesen ugyanúgy hozzátartozik az a plusz odafigyelés, ami szükségeltetik, ami egy kicsikét oldja a szürke és dolgos hétköznapokat, hiszen azért valljuk be őszintén, egy egészségügyi intézményben nincs hétvége, nincs ünnepnap, ezeket oldani kell, néha kell, hogy találkozzanak olyan körülmények között is, amikor nem csak a munkáról, a feladatokról esik szó, és hát egy ilyen lehetőség például egy közös főzés, egy közös sportnap, ami a feszültséget oldja egy picikét, és könnyebben tudnak regenerálódni. A mai nap azért az elismerések napja is volt, hiszen nagyon sokan kaptak elismerést, ahogy ön gratulált mindenkinek, mindenkihez volt egy kedves szava, volt akit ismerősként, és rácsodálkoztunk mi is, hogy már ennyi ideje itt dolgozik, tehát szinte hihetetlen, hogy néhányan már 40 éve itt dolgoznak, vagy 30 éve, hiszen olyan, mintha ma kezdték volna, annyira fiatalosan dolgoznak, még ma is, és a szakmai rutinnal. Hát nagyon sok mindenkit ismerek természetesen Karcagi lévén, és hát miután korábban a gimnáziumban és egészségügyi szakközépiskolában tanítottam, így sok ismerős arc volt azok közül, akik a tanítványként szerepeltek, itt pedig dolgozóként. Hát valóban én is megdöbbentem és rácsodálkoztam, hogy még 40 évesnek sem tűnik, és már 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik, hát valószínűleg a biológiai csodája némelyikük viccet félretéve. Örülök, hogy az az intézmény, például oktatási intézmény például nagyon sok jó szakembert adott ki, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek kell mondani valamit, egy jó szót, néha egy jó szó többet ér, mint bármilyen más elismerés. Az odafigyelés, egymás megértése, lelki támogatása az legalább olyan erőt ad a további munkához, mint egy virágcsokor, egy emléklap. Persze ezek is nagyon szükségesek, de az ember odafigyelésnél fontosabb szerintem nincs. És azt gondolom, hogy itt elhangzottak a beszélekben is, hogy a Karcagi Kátai Kórházban a dolgozók nagyon odafigyelnek a betegekre, és hát reméljük, hogy minél kevesebb szer kell idejönni, de aki ide valami miatt bekerül, az jó kezekben van. Hát ez a cél, hogy olyan helyre kerüljön az, aki erre rászorul betegként, hogy abszolút biztos legyen abban, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy meggyógyuljon, felépüljön. Ez egy bizalmi kérdés is. Tehát, hogyha nem azt látják, hogy jól végzik a munkájukat az itt dolgozók, legyen az ápolónő, orvos, bárki, esetleg túl van feszítve, esetleg nincsenek meg azok a lehetőségek, amiknek meg kellene lenni, akkor már ez a bizalom egy kicsikét fog változni. Nekünk az a kötelességünk, hogy olyan helyzetbe hozzuk ezt a Karcagi Kórházat, hogy itt jó legyen dolgozni, és bizalommal forduljanak ide a betegek és a betegek hozzátartozói. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Nagyon László Erzsébet, a kórház főigazgatójával beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a Semmelweis nap az egészségügyben dolgozóknak, hiszen láttuk, hogy nagyon sok elismerést adtak át az előzőekben. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt a kormány részéről, a magyar állam részéről, hogy a Semmelweis napot az egészségügyi dolgozók ünnepnapjává nyilvánította, és ezt ünnepelhetjük néhány éve, 5 éve Magyarországon, hiszen meg kell emlékezni, úgy gondolom, legalább évente egy alkalommal az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáról, hiszen bármelyikünk, hiszen emberek vagyunk, szorulhatunk az ő segítségükre, legyen az szakápoló, asszisztens, orvos, szakorvos, bárki, aki a betegellátásban segítségünkre tud lenni, amikor ilyen bajba kerülünk. A köszöntőjében elmondta, hogy 1 évvel ezelőtt vett át a kórház a sürgősségi betegellátó osztályt, és pozitívan nyilatkozott, tehát, hogy érdemes volt, és eredményes azóta is az osztály, viszont nagyon sok elismerést átadott, amiből kiderült, hogy tényleg jól dolgoznak a dolgozók. Ön is így látja? Én nem csak így látom, hanem nagyon örülök annak, hogy ennyi elismerést adhattam át a mai napon, és ebben nagyon sok volt olyan dolgozó, akik 25, 30, 40 éves jubileumi jutalmat vehettek át az elmúlt 1 évben. Ez azt jelenti, hogy ennyi éve ezen a szakterületen, ennyi éve az emberek egészségéért, életének védelméért dolgoznak, és
én úgy gondolom, hogy ők mindenképpen megérdemlik ezt az elismerést, és nem csak a díjátadás, hanem a taps, ami ezzel járt, az is alátámasztotta, hogy megfelelőek, megalapozottak voltak a döntések. Igazándiból a mai nap két részből áll, hiszen most megvolt az ünnepi rész, és utána kezdődik egy picit a szabadabb része, hiszen már lehet hallani a zenét, elkezdődtek a sportmérkőzések, főznek az osztályok, tehát ez is hozzátartozik ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Igen, én 2013. májusa óta vezetem a Kártai Gábor Kórházat, ami hát egy ma már 630 fős intézmény, és úgy gondolom, hogy a csapatépítésnek is az egyik formája az, hogy amikor az ápolókról, az egészségügyben dolgozó orvosokról, szakorvosokról megemlékezünk, Semmelweis Ignácról megemlékezünk, akkor ezt egy csapatépítésre is kihasználjuk, és kötetlenebb beszélgetünk és formájában is tudjuk továbbvinni az ünnepet. Nem csak a díjak átadása, a munka elismerése, hanem az, hogy egymással tudjunk beszélgetni, és hát egy kis versenyszellemet is sikerült kialakítani az intézményben. Úgy tudom, hogy a mai napon például 11 csapat nevezett a főzőversenybe, ami már most harmadik éve hagyomány, és hát a tavaly átadott sportpályánkon az idei évben is 4 foci csapat, labdarúgó csapat méri meg erejét. A Szentesi Kórház és a Békés Csabai Kórház mellett a Karcagi Önkormányzat és természetesen a Kártai Gábor Kórház mint fogadó és csapata is játszik a mai napon, és hát sikerült rendbehoznunk a Kártai Gábor Alapítvány segítségével a teniszpályát is, ahol a mai napon ugye nyitásképpen egyéni és páros versenyekre is sor kerül. De a gyermekekről, a dolgozóink gyermekeiről sem feledkeztünk meg, és így aszfalt rajzversennyel, ugrálóvárral, kutyabemutatóval, lovasbemutatóval kedveskedünk nekik. Akkor én azt kívánom, hogy legyen eredményes ez a mai nap, hiszen a délelőtt része már az volt, és akkor mindenki érezze jól magát, és töltődjön fel a dolgos hétköznapokhoz, hiszen azért a kórházban minden nap 0-24-ben dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, a kórház minden dolgozója nevében át is fogom adni nekik. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, Varga Erzsébettel, a Karcagi Vöröskereszt területi szervezetének munkatársával beszélgetünk arról, hogy hol is jártak most a munkatársai. 2007 óta, mint minden évben, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kampányában szerepel a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, és ennek keretében idén is lehetett küldeni diákokat, akik ugye a kritériumoknak megfeleltek. A idejében sem változott ez a kritérium, 16. életévüket be kellett, hogy töltsék a fiatalok, és alapvető elsősegélynyújtó ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek gyakorlati szinten, és így esett a választása két ifjúsági vöröskeresztesünkre, akik aktív részesei a mindennapi életünkben, a szervezet életében, és így kerültek ők kiválasztásra. Kik voltak ők, és hol teljesítettek szolgálatot? A Deli Erika és a Makula Mária, akik szolgálatot teljesítettek, Fonyódligeten teljesítettek szolgálatot. Az országból tónusonként indították el ezt a szolgálatot. 17 strandon volt munka. Az első tónusban Hajdú-Bihar megye, Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye indult, és képviselték az országot. Majd a lányokkal beszélgetünk arról, hogy milyen élmények voltak számukra, de nem tudom, hogy korábban gimnazistaként vagy középiskolásként ön volt-e hasonló táborban. Nekem nem volt szerencsém ilyen helyzetbe kerülni. Én a szervezetnél 5 éve dolgozom, és itt még nem volt részes, nem volt szerencsém ilyenben részt venni. Mi röszkén voltunk a kollégáimmal a tavalyi évben, mi ott teljesítettünk szolgálatot. Az is egy más jellegű munka volt, hát akkor reméljük, hogy a lányok még jövőre is lelkesek lesznek és mennek, de mennyire volt nehéz jelentkezőket találni erre a táborra, vagy erre az első segélynyújtásra?
Nem volt nehéz, ők eleve úgy jöttek, hogy tudták, hogy ez a, erre a szolgáltatóra lehet jelentkezni, úgyhogy ők tulajdonképpen az első közt voltak, akik jelentkeztek, és adtunk is erre lehetőséget, hogy menjenek, mennek is vissza egyébként most. És az, hogy ki melyik strandra kerül, az mi alapján dönt? Tehát a megyei szinten dölt el, hogy mindig ide szokott menni karcak, de azt hiszem, hogy máshol is voltak már. Mindig más, tehát ott helyben megkapják az utasításokat, hogy ki hova megy, és ki kell lesznek egy csoportba besorolva. Hát akkor reméljük, hogy még sok-sok hasonló tábor lesz, és hát azt is, hogy nem kell élesben a megtanultakat nekik bevetni. Most kellett, úgyhogy erre majd bővebben a fiatalok mesélnek. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Deli Erikát faggatom arról, hogy miért is jelentkezett ebbe a táborba. Én azért jelentkeztem erre a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatba, mert már korábban is hallottam erről, csak ugye akkor még nem lehetett jelentkezni, mert még nem volt meg az a korhatár, de hogy most már megvolt, így jelentkeztem, mert nagyon szerettem menni, és nagyon örültem, hogy elmehettem, és sok tapasztalatot szereztem. És korábban is voltál már hasonló, mondjuk elsősegélynyújtó versenyeken is, akkor a rutin az itt megvolt, amikor versenyeken mondjuk újraélesztés, vagy bármi sebkötözés kellett csinálni? Igen, már voltam korábban elsősegélynyújtó versenyen, és elég szép eredményeket értünk el. És mi vonzott azon kívül, hogy azért a Balaton mellett egy picit nyaralni is lehet, de itt azért nagyon komoly munkáról is volt szó. Igen, meg hogy itt már élesben történik az egész, és így élesben is láthatjuk ezeket a sérüléseket, elláthatjuk. Tehát akkor te nem leszel rosszul, hogyha vért látsz ezek szerint? Nem leszek rosszul. És mi volt ez az eset, amiről itt az előbb már hallottunk, hogy éles bevetésetek is volt? Az nem én voltam, az ő volt, de nekünk nem voltak olyan komoly eseteink. Nekünk csak ilyen kagyló megvágta a lábát, meg belelépett darázsba. Nekünk a legsúlyosabb egy lábújtörés volt nekünk. És ilyenkor ezt hogy veszitek észre? Tehát mondjuk járőröztök a parton, mert nem egyedül vagy ilyenkor, járőröztök, nézitek folyamatosan a vizet, vagy valaki segítségért kiabál és szaladtok, mesélj egy picit erről. Ketten vagyunk egy strandon, és megvan a kijelölt hely, ahol... Tehát akkor úgy kell elképzelni, mint a B-vacs kicsiben. Igen, hát legtöbbször úgy van, hogy a sérültek jönnek oda hozzánk, de valamikor egy segítő odajön, és ő mondja, hogy menjünk oda, ahol történt az eset. És mondjuk, amikor eltörik valakinek a lába, tehát azért azt tudjátok, hogy mit szabad, mit nem szabad, ti akkor hova fordultok gyorsan segítségért? Nekünk van egy ilyen önkéntes kisokos az elsősegélyládában, és abban, hogyha eltört valakinek a lába, ugye mi azzal nem tudunk nagyon sok mindent tenni, akkor kórházba irányítjuk őket, és címet, meg telefonszámot adunk meg. És milyen élményeitek voltak? Tehát megvolt a szolgálat, akkor egy picit volt idő arra is, hogy megnézzétek a Balatont közelebbről is? Igen, 7 napig voltunk szolgálatban, és ugye előtte volt ilyen képzésünk, és fürödhettünk is a Balatonban, tehát nagyon jó volt, meg szolgálat végén, ha volt egy kis időnk, akkor elmehettünk vásárolni, meg ilyenek. És milyen volt a Balaton, tehát amikor ti voltatok, nagyon sokan voltak, vagy egyáltalán mesélj erről? Hát elég jó idő volt, és akkor nagyon sokat voltak, de volt egy nap, amikor nagyon szeles idő volt, és akkor egyáltalán nem volt senki, de akkor azért nekünk is ki kellett menni ügyelni. Hát ilyenkor azért odafigyelni, hogy valaki bemerészkedik. Megszeretted akkor ezek szerint ezt az egészségügyi pályát, erre fogsz tovább menni, vagy már most is ezen tanulsz? Hát már most egészségügyi iskolában vagyok, de már régóta orvos szeretnék lenni, és így már megvolt ez a álom. Tehát akkor az alapokat már megtetted ehhez, akkor én azt kívánom, hogy jövőre is akkor menjél, hogyha szeretnél, és sok olyan balesetmentes és olyan szép napot, amikor nem kell beavatkoznotok a Balatonparton. Köszönöm szépen! Makula Máriával beszélgetek, hiszen az előbb már hallottuk, hogy neked volt éles bevetésed. Akkor először egy picit erről faggatlak, hogy is volt ez, hiszen azt hallottuk, hogy jutottatok el a táborba. Úgy történt ez az egész, hogy egy 25 éves külföldi állampolgárú férfi elaludt a matracon és beleesett a vízbe. Ugye az mi elsősegélynyújtók vagyunk, és mi nem menthetünk vízből, ez nálunk jogszabály, tehát mi csak parton menthetünk. Ugye kihúzták a vízből, megkezdődött az újraélesztés. Aztán meghívtunk mentőt, jöttek a vízimentősök, a mentőhelikopter, minden jött, mentőautó, és akkor ők átvették, és velük együtt szerencsére sikerült az újraélesztés. Hát ezt most így gyorsan összefoglaltuk, de hát azt gondolom, hogy amikor segítséget kértek tőletek,
akkor ott nem lehet pánikba esni. Tehát mi történt? Hallottátok, hogy segítség, mentetek, és akkor ki mit csinált? Mondjuk te mit csináltál? Igazság szerint az történt, hogy ugye én akkor mentem el az ebédért. Tehát jöttem vissza, és azt láttam, hogy egy külföldi állampolgárú nő elkezdett kiabálni. És szerencsére egy magyar strandoló észrevett, hogy mi történt. Ő ugye rögtön odafutott hozzánk, és akkor elmagyarázta, hogy mi történt. Mi azonnal cselekedtünk, a párom ő rögtön mentőt hívott, meghívta a 112-t, és ugye a 112 az a többi, tehát ami szükséges, azok kijöttek, mentő. Igen, az általános segélyhívót felhívta. Én meg ugye láttam, hogy kimentették a vízből, és akkor rohantam azonnal oda. Mindenkin egy ilyen sok így keresztül ment, tehát egy ilyen 5 vagy 3 másodperces sok még rajtam is keresztül ment. Az ilyen helyzetekben az a lényeg, hogy tudjuk ezt leküzdeni, és elő tudjuk azt venni, amit mi tanulunk már körülbelül 5-6 éve. És szerencsére ez sikerült tényleg, és örülünk neki. Igen, hiszen azért vöröskeresztes bemutatókon láttuk, hogy te azért sok sérültet játszol a többiekkel, tehát imitáljátok a sérüléseket. Itt azért éles helyzetben tényleg nagyon észen kellett lenned. Persze, meg ugye második nap ez a tábor olyan volt, hogy volt egy ilyen kiképzésünk, egy 8 óra hosszas kiképzésünk. Jöttek mentősök, mentőtisztek, és akkor ők is elmagyarázták, hogy ez nem olyan, mint a Zamubabán, amikor lenyomjuk 4-5 centire, hanem tényleg máshogy néz ki, mikor nyomjuk hörcsög, tehát nagyon, nagyon más élőben, és tényleg mindenkin keresztül megy egy sok, de ezt tudni kell leküzdeni, és tovább lépni. És amikor elvitték a mentővel ezt a úriembert, akkor picit megkönnyebbültél, hogy igen, sikerült, te is részese voltál ennek? Az történt, hogy amikor felszállt a mentőhelikopter, én elkezdtem remegni, és akkor ment végig rajtam egy sok. Tehát a legeslegelején, amikor megláttam, meg a legvégén. Közben úgy éreztem, hogy így nyugodt vagyok. Tehát mikor kijöttek a mentősök, akkor nyugalmat árasztottak magukból. Úgyhogy mikor felszállt, akkor a helikopter így még egyszer keresztül ment rajtam egy ilyen sok, és nem az volt bennem, hogy most megmentettünk egy életet, hanem mi történt, és így több napon keresztül így gondolkoztam, hogy mi történt akkor most igazából. Tehát akkor többször lepörgött előtted ez az egy-két perc. Jó érzés volt? Tehát, hogy büszke vagy, hogy segítettél, tehát, hogy nem estél pánikba, tehát azt tetted, amit kellett. Hát elsőnek is nem erre gondoltam, hogy most jaj, sikerült, hanem tényleg megijedtem. És így több napon keresztül tényleg gondolkoztam rajta. Majd így most kezdem felfogni, hogy ez sikeres volt, és hogy élve vitték el a strandról. Úgyhogy így ilyen szempontból tényleg így jó érzés volt, hogy sikerült megmentenünk egy életet, és nagyon sokáig küzdöttünk érte. Akkor azt gondolom, hogy ez téged az egészségügyi pálya felé nagyon terelget, úgy tudom, most is egészségügyibe jársz. Igen, én már kiskorom óta szeretnék az egészségügyben dolgozni. Most emel biológia kémiára járok a gimnáziumban, ide Karcagra, úgyhogy igen, még szeretnék ezen a pályán maradni. Akkor mi leszel, ha nagy leszel? Hát vagy mentőtiszt szeretnék lenni, vagy orvos. És azért gondolom, hogy sok-sok tanácsot kaptatok ti is, így mit mondjatok. Azért még itt a nyár közepén vagyunk. Milyen tanácsot adnál annak, aki mondjuk víz közelébe megy? Első tanácsom az szerintem az, hogy nagyon figyeljenek egymásra, így jobban fiatalok is, hogyha elmennek bulizni vagy strandolni. Az alkoholfogyasztás az persze mértékkel, meg ez a felhevült teste, hogy ne nagyon menjenek vízbe, mert nagyon veszélyes. A kis kagylókra is vigyázni kell, és tényleg észre kell mindent csinálni. Azt gondolom, hogy te ezt nagyon jól megtanultad, és alkalmazod is, akkor én azt kívánom, hogy sok mentes, ahogy te mondtad, sok mentes élményben legyen még részed. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltánnal beszélgetünk a Kunló Vardában, mögöttünk itt van Kabala. Ezzel a lóval most nagyon szép sikereket értem. Mi is volt ez? Karcagi Kunló Varda által tenyésztett 7 éves mén van mellettünk, akit a kezdetektől fogva, születésétől kezdve én képeztem ki, és az elmúlt hétvégén az 50. Hortobágyi Lovasnapok nagydíjára minősült ez a ló, ami a mezőnyben a legfiatalabb ló volt, és a Hortobágyi nagydíjat sikeresen teljesítettük. Azért mögött azért egy jó 15 éves lovaglói múlt van, tehát azért nem csak úgy jött ez az eredmény, ezért meg kellett küzdeni önnek is és a lónak is. Mit kell tudnunk erről a lóról?
Hát mennyire nyugodt, meg egyáltalán mennyire lehet képezni? A lóról annyit kell tudni, hogy a Kunlovarda által tenyésztett ló. Az anyja is egy jó származású, több évtizedes tenyésztői munka gyümölcsét hordozza, az apja pedig a német válogatott egyik oszlopos tagja volt. A ló egy rendkívül jó készségű, jó fejű és díjugratásban tehetséges ló, és ez a 7 éves együtt töltött idő vezetett el odáig, hogy egy nagy díj szintre fölért most már a ló. De azt tudom öntől, hogy itt ezzel a megyében sem sokan dicsekedhetnek, tehát ez megyei szinten is nagyon szép eredmény. Igen, 30 lovas indulhatott a nagydíjba, aki minősült a nagydíjra, 3 Szolnok megyei ló volt, 2 gidrán, tiszafüredi gidrán tenyésztésű, és furiózó fajtából ez az egy ló volt. Jelenleg a furiózó fajtában ez az egyetlen ló Magyarországon, ami nagydíjat tud menni, és egy fiatal ló, tehát még a pályája elején áll, és az elmúlt időszakban teljesített eredményével az október 8-án Mezőhegyesen megrendezésre kerülő Magyar Lovak díjugrató bajnokságára is már minősült. De akkor önök az elmúlt 7 évben nagyon összeszoktak, tehát minden rezdülését érzi a lónak, meg akkor ő is nagyon figyel önre. Igen, hát napi kapcsolat van közöttünk, tehát azt kell tudni, hogy egy héten, 7 napból 6 napot dolgozunk együtt, és egy nap pihenő napja van, de ugye akkor is találkozunk, és akkor is kapcsolatban vagyunk. Itt a centikről beszélgettünk, hogy hány centit ugrott meg egyebek, tehát ezt azért egy picit beszéljünk a díjugratásról, hiszen ezt azért nézőink sem nagyon tudják elképzelni, hogy ez hogy is megy, hogy kell centiről centire följebb vinni egy lónak az ugró magasságát. Hát 4 éves koránál hamarabb a lovat nem lehet nevezni díjugrató versenyre, tehát 4 éves kor az a kor, amikor a kezdő lovak elindulhatnak, és bizonyos, tehát minden évben léphet a ló egy szintet följebb, kezdőlóként 90-100 cm-en versenyzik, és évenként tud egy-két kategóriát följebb lépni a ló, tehát az, hogy ő 7 évesen egy 135-140 centis nagydíjat már tud menni, ez egy nagyon-nagyon kimagasló eredmény. Tehát tulajdonképpen a saját magasságát megugorja, így mert azért 130-nál magasabb, de azt már akkor majdnem meg tudja ugrani. Igen, majdnem, de megugorja a saját magasságát, tehát kisújszálláson bemutató ugratásnál már 170 cm-t ugrattam vele. És melyik akadály az, ami a picikét mindig gondot okoz, hiszen úgy tudom, hogy egyetlen egy verőhibával sikerült most is végigmenni ezen a versenyen. Igazából nagyon jó fejű ló, és nem igazán okoz semmilyen akadálytípus problémát, inkább nyilván még nem megfelelő rutinnal vesszük ezeket a nagyobb pályákat, és ebből adódhatnak apróbb hibák, amiből jön verőhiba, és nyilván ezt majd a versenyek hozzák a rutint, és ebben az évben egyébként már 125 centin több hibátlan pályát is ment, de a nagy díj szinten már sokkal komolyabbak a követelmények, mint egy amatőr 110-120-125 centin. Itt mondta, hogy nyugodt a ló, most ugyan itt a füvet nagyon szeretné legelni itt mellettünk, de azért folytatjuk. Mennyire tud koncentrálni a versenyen? Tehát olyankor hogy kell összeszedni a lovat, hogy csak oda koncentráljon, hiszen azért látjuk, hogy sokszor megmakacsolja magát versenyeken, mondjuk nem kabala, de más lovakat. Tehát ilyenkor mennyire tudja összeszedni a lovát egy díjugrató? Én úgy gondolom, hogy a díjugrató lovasok, akik már versenyeznek, bizonyos versenyrutint szereznek, és tudják, hogy hogyan kell a versenyen a bemelegítést, illetve aztán bent pedig a pályát teljesíteni, és ugyanígy a lovak is ugyanígy szerzik a rutint. Hát a kabalával tényleg szerencsés a helyzet, mert egy végtelenül kiegyensúlyozott, annak ellenére, hogy mén. Látszik, ugye, hogy itt is szépen állagál mellettünk, egy végtelen kiegyensúlyozott jó fejló, és az, hogy így ugrik, az annak köszönhető, hogy nyilván bízik a lovasban, tehát rettentő fontos a bizalom, és a bizalom felépítése pedig évek munkája. Tehát mondjuk, ha ön ezt a lovat 5 évesen kapja meg, nem a születése óta, akkor biztos, hogy nincs ennyi siker 2 év alatt. Hát úgy gondolom, hogy akkor ilyen gyors sikereket biztos nem lehet elérni, de mivel már csikókorától, már születésétől kezdve foglalkozom vele, innentől kezdve való a hangomat ismeri, a minden mozdulatomat ismeri, és nyilván bízik bennem, és tudja, hogy amit kérek tőle, azt meg tudjuk csinálni.
Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, de akkor egy picit beszéljünk önről, az idei versenyévről, hiszen akkor Kabalát azt szépen elmondtuk, hogy mekkora sikert ért el, de milyen díjulató versenyeken volt idén? Hát a téli fedeles szezonból kimaradtunk, illetve magát az ugróalapozást is csak márciusban tudtuk elkezdeni, úgyhogy még inkább növeli az értékét annak, hogy ezzel a lóval nagy díjat tudtam menni. Ez a tény. 5-6 versenyen vagyunk idén túl, hát a kabalával 125 centis, illetve 120-as felkészítő versenyeken mentem, Diósgyőrben, Debrecenben, ahol hibátlan pályákkal második, negyedik helyezéseket hoztunk el. Természetesen mellette lovagolok még más lovakat is, még 3 ló van munkában mellette, de jelenleg ő az a ló, amivel a legelőrébb tartok, és a legnagyobb pályákon tudunk már menni. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a nevéhez hű, hiszen Kabala a neve, akkor jó kis Kabala ennek a pályafutásában. Hát reméljük, mert hogy a nevét is én adtam neki születése után, úgyhogy lehet, hogy valamit sejtettünk. Viszont én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka, és nem engem dicsér csak az, hogy a ló ilyen szinten tud menni, hiszen tudni kell, hogy van a lónak egy tulajdonosa, a lovat minden nap etetni kell, gondozni kell, amiben itt a lovardai kollégák, akik a nagy segítségemre vannak, a lónak a versenyeztetéséhez a különböző feltételeket szintén a Kun lovarda biztosítja. Természetesen van egy edzőm is, aki nem titok, hiszen aki ismer, tudja, Mátai Ménes vezetője, akivel 12 éve tartó kapcsolatunk van már, és az ő munkáját is tükrözi az, hogy ezzel a lóval ilyen szintre föl tudtunk jutni. Illetve hát egyéb támogatók is vannak, akik csak lelkileg jó szóval, maga az egyesület, az egyesületi tagok támogatják azt, hogy én, mint egyedüli karcagi díjugrató lovas, tudom ezt a szép sportot végezni. Azért az 50. Hortobágyi Lovasnapok akkor emlékezetes maradt sok mindenki számára itt Karcagon. Reméljük, hogy akkor Kabala még nagyon sok szép eredményt fog elérni önnel a nyelgében. Hát én is bízom benne, és nyilván én úgy érzem, hogy ezzel a lóval még többre leszünk képesek, csak türelem és idő. Hát akkor ezt kívánjuk önnek, hogy minél többet tudjon vele foglalkozni, és akkor hozzák a sikereket a városnak is. Én is remélem, hiszen jelenleg ez az egyedüli karcagi ló. Karcagon még ilyen ló nem született, ami ilyen nagy díszintet tudott volna teljesíteni az elmúlt 100 évben, tehát ez az első ilyen ló, amivel, illetve a karcagi lovas sem lovagolt még soha nagy díszintet, tehát az első páros vagyunk a város történetében, akik ilyen szintre a díjugratásban felértek. Akkor ehhez gratulálunk, és szép szakmai sikereket még. Köszönöm szépen, és nyilván köszönöm minden támogatómnak, aki a szakmai munkánkat, illetve a sport munkánkat segítette. Kabala is vélemény nyilvánított. Köszönjük szépen! Nemzeti értéktárba került a tiszai halászlé. A Hungarikum Bizottság által meghatározott nemzeti értéktárba került a tiszai halászlé, jelentette be dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Jásznagykun-Szolnok megyei Tiszadersen, a község önkormányzata és a Derzsi Szabadidős Egyesület által szervezett 8. kárásznapon. Dr. Fazekas Sándor elmondta, a tiszai halászli egyedülálló, védendő érték, amely a magyar életérzés identitás része. Hozzátette, bízik abban, hogy a tiszai halászli hamarosan a hungarikumok sorába is emelkedhet, és még inkább gyarapítja azon ételek sorát, amelyek sok érdeklődőt, turistát vonzanak a Tiszatóhoz és környékére. A kormány kiemelt célja a fejenkénti éves halfogyasztás növelése, a halgazdálkodást, a halvédelmét középpontba állító szemléletváltás és a Magyarországon őshonos halfajok visszatelepítése. A magyarországi halfogyasztás 20%-kal emelkedett 2000 óta, és az a cél, hogy 2023-ra újabb 20%-kal emelkedjen. A Balatonon 2013. december 5-től megszűnt a nyílt vízi halászati tevékenység, és az ágazati törvény 2015 tavaszán végrehajtott módosításával 2016. január 1-től az egész országban megszűnt a kereskedelmi célú halászat.
A törvény új alapokra helyezte a horgászat és a halászat megítélését, a hazai halállomány védelmét, fenntartható hasznosítását. Megemlítendő, hogy a halmentés és a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésének részletes szabályozása, a károkatona gyérítés előírhatóságának bevezetése, az állami horgászjegy területi érvényességének kiterjesztése, a kedvezményes ifjúsági horgászvizsga lehetősége, amely 3500 forint helyett 1000 forint, az országosan nem fogható őshonos halfajok visszatelepítésére, a kecsege és széleskárás szaporítására és telepítésére 65,7 millió forint támogatást nyújtottak, telepítésük idén március 1-e és október 31-e között történik. Csak nem 500 000 kárász visszatelepítése a cél. 2016 tavaszán a 8-12 cm széles kárászivadékok a császártöltésű vörös csatornába és a hortobágyi fekete víz nevű rekonstruált mocsárba kerültek. A kecsegék telepítésénél a helyszínek kijelölése során a kecsege vándorlási szokásait is figyelembe veszik, így alsó határként a Duna esetében Paks, a Tisza esetében pedig Mindszent térségét jelölték meg, hogy a telepített halak várhatóan az ország határain belül maradjanak. Tisza Dezsen vagyunk Kárász Fesztiválon. Mekkora jelentőségű a halfogyasztás növelésében, vagy akár az ősi nemzeti kultúra megőrzésében ez és az ehhez hasonló fesztiválok? A tiszai fesztiválok, így a tiszadelzsi kárásztap is a kötetlen időtörtésről, és ami nagyon fontos, a vendéglátásról, a gasztronómiáról szól, hiszen a Tisza, a tiszai halászéről, a finom sült halakról, vagy a sült kárásztól is nevezetes. A halászé, tiszai halászé, amit a mi vidékünkön is készítünk és örömmel fogyasztunk, a Nemzeti Értéktárban van már, mint egy olyan egyedülálló népi eredetű étel, amely kötődik a tájhoz, a gazdálkodáshoz, amelynek a receptje az közismert, és az elkészítése, elfogyasztása és külön szertartás. És én bízom benne, hogy hamarosan a hungarikumok közé is kerülhet. Azt, hogy érdeklődés van, mutatják ezek a rendezvények, így a Tiszatelzsi Kárász Fesztivál is, amely most az eső miatt fedett környezetbe zajlik. Több százan, több ezren jönnek el ezekre a programokra, azért, hogy a szabadságokat egy kicsit színesebbé tegyék, azért, hogyha eljönnek a Tiszató vidékére, akkor maradandó élményeik legyenek. Hiszen a Tiszató Magyarország legnagyobb ökoturisztikai régiója, a kerékpáros turistáknak, horgászoknak, vadászoknak, paradicsom, a fürdőzők is nagyon kedvelik, és az ételeiről is nevezetes. És hát itt nyilván sokkal több halételt fogyasztunk, mint ami az országos átlag, de azt a célt is szolgálják ezek a programok, hogy növeljük a halfogyasztást. 20%-kal szeretnénk az elkövetkező 5 évben növelni, és az elmúlt néhány évben is mintegy 20%-ot tudtunk emelni a fogyasztáson, hiszen a hal egészséges, jó minőségű magyar termék, és a magyar életérzésnek a halászlé, a magyar kultúrának a halételek elválaszthatatlan részét képezik. Kedves nézőink, a napokban dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője egy felújított útszakaszt adott át Kunhegyesen. Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. Tisztelettel köszöntöm Önöket a felújított Makadám út ünnepélyes átadásán. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, Szabó András polgármester urat, dr. Pénzes Tímea jegyzőasszonyt, Barta Ferenc aljegyző urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, dr. Bánti Zsuzsanna megbízott járási hivatalvezető asszony, a Hegyesi Szolgáltató Kft. Részéről Szabó Miklós, Fodor Imre műszaki ellenőrt, a megjelent zádor utcai lakosokat,
és minden kedves megjelentet. Felkérem Szabó András polgármester urat, tartsa meg köszöntőjét. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor miniszter urat, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. A mai napra már régen várunk, hisz a képviselőtestületünk 2003-ban hozott olyan határozatot, hogy védetté nyilvánította a Zádorúnak ezt a 200 méteres szakaszát, amely ilyen késői Makadám út tulajdonképpen. Végül ebben az évben sikerült teljesítenünk a vállalást, hisz pénzhiány miatt nem tudtuk ezt megoldani. Itt is szeretnék még egyszer köszönetet mondani Fazekas Sándor miniszter úrnak, hisz a kormány döntés alapján kaptunk erre pénzt, melyben ő döntő szerepet vállalt, tulajdonképpen 18 millió bruttó élet felújítva. Maga a hasábkő vagy kockakő, ugye aki méltan tanult, tudja, hogy ez nem kocka, inkább hasáb. 30 000 darabból lett felújítva, és ha csak azt számítjuk, hogy körülbelül 1000 forint darabja, ezt nekem a kőművesek mondták, ez állandóan fog emelkedni az ára, akkor is 30 millió, meg a 18 millió, tehát közel 50 millió forintot ér, de úgy gondolom, hogy ezt megéri, mert nem túl sok fog fennmaradni ebből az országban, hisz 100 vagy 200 év múlva, hisz most is már nagyon kevés. Ezt az utat amúgy is nagyon tönkretette a szennyvízberuházás és a vízelvezetés, a csapadékvíz rendezés, úgyhogy a lakosok türelmét is igénybe kellett vennünk ahhoz, hogy ne történjen komoly lázadás ezen az utcán. Hát most már sikerült felújítani, úgy felújítani, hogy a nehezebb járműveket is megbírja, hisz régen agyagba rakták le, és most pedig ugye betonba van lerakva, úgyhogy nagyon tartós. Amikor megkezdtük felújítani, az egyik építészmérnök azt mondta, de tegyük ki, hogy csak lovaskocsival lehet behajtani. Hát ő nem tudta, hogy ennek a új technológiának már igen komoly hagyományai vannak, nem csak itt, másfelé is volt már, ahol ilyen felújítás történt. Én remélem, hogy az utókornak sokáig fennmarad, és emlékeznek arra, hogy valamikor 1889-ben a kunhegyesi mesterek hogyan építették meg ezt, és a Kossuth úton pedig a városházától egészen az állomásig volt ugyanez az út. Hát ennyit szerettem volna röviden elmondani a történetről. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr, szeretettel köszöntöm a megjelent önkormányzati járási vezetőket, Hóegyesváros polgárait, tisztelt jelenlévőket ezen a jeles alkalmon, amikor egy olyan útszakasz újul meg, ami több mint 130 éves. Tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen lehetett 130 évvel ezelőtt Hóhegyes, hát biztos, hogy más kép tárulna elénk, mint hogy a Kunságban általában nádasházak, kedves barátságos utcák, sáros utak fogadták az ide érkezőt, de abban az időben kezdődött egy olyan építkezés, aminek a nyomait mai napig láthatjuk. Középületek, vasút, az ármentesítés, belvízmentesítés fűződik ehhez a korszakhoz, és ekkor épültek az első köves utak is. És önök büszkék lehetnek rajta, és ezért tartottam én is fontosnak azt, hogy eljöjjek erre a mostani alkalomra, hogy annak a kornak az egyik első útépítésén mai napig fennmaradt, itt ez az útszakasz tényleg az egész Kunságban a ritkaság számba megy. És az önök munkájának, az önkormányzat munkájának köszönhetően meg is újult, hiszen ezek a gránit kockák, azt hiszem generációk történeteit tudnák elmesélni, most újra a régi állapotokban vannak előttünk,
kedves, megszokott részei a városképnek, és mutatják azt, hogy a kunhegyesiek ősei, a mi nagykun őseink gondot fordítottak a közlekedésre annak idején is. Én most éppen azon gondolkoztam, hogy ilyen jellegű útszakasz Kenderesen van a közelben, némileg eltérő burkolattal, de hogy itt ezen kívül bárhol lenne, akár a megyében is, nem vagy a kunságban, a megyében is ilyen szakasz, hát tényleg nem tudok rá példát. Ha valaki esetleg tud, akkor kérem, hogy jelezze nekem, mint olyan embernek, aki fontosnak tartja önökkel együtt az, hogy a kunságnak minden létező értékét mentsük meg, védjük meg, amit kell, újítsunk föl azért, hogy a mi városaink, a mi falvaink olyan állapotban legyenek, amely szívünknek kedves. Hogy a régi szép épületeket, a táj elemeit, a parkokat, a fákat, Isten házait, a középületeket, de akár az utakat is őrizzük meg abban a szép állapotban, amely díszét jelenti a településképnek. Akkor is, hogyha az nem egy nagy épület, akkor is, ha az nem egy műemlék, hiszen itt Kunhegyesen az ország legnagyobb református temploma, a településnek a büszkesége. De a kisebb városképi elemeknek, egy tekerőskútnak, egy burkolt, gránit kockával burkolt útszakasznak, egy szép kandelábernek, egy régi padnak is megvan a maga jelentősége, felöltöztetik a város, otthonosabbá teszik, és ezáltal az életminőséget is befolyásolják. És ahogy említettem, visszamutatnak arra az időszakra, amikor a mi déd és ükapáink elkezdtek egy városfejlesztést, elkezdtek egy olyan településfejlesztési programokat, amelyeknek a hatásai mai napig érvényesek. Elég bemenni egy iskolába, vagy bármely középületbe, és láthatjuk azt, hogy az az időszak, az 1880-as, 90-es évek, a millennium, az mennyire világzó és mennyire erős volt, milyen tehetősek voltak akkor az emberek, fel tudták újítani az épületeiket, újakat tudtak emelni, fejleszteni tudták a várost. És én bízom benne, hogy ez a mostani időszak is így fog majd bevonulni az emlékezetbe, hiszen Kunhegyesen a legkülönböző fejlesztések zajlottak, intézmények, sportcsarnok, termálfürdő, most folyamatban van szálláshely kialakítás és egyházi konferenciaközpont, csatorna és belvízelvezet, és sorolhatnánk ezeket. Nagyobb és kisebb beruházásokat, ebbe a sorba illeszkedik ez a mostani munka, és én kívánom azt, hogy a lendület az folytatódjon. Én magam is szerény lehetőségeimmel, a kormány hátterére is támaszkodva igyekszem elősegíteni ezeket. Maradjon ez a lendület, találjuk meg azokat az értékeket, amelyeket meg kell mentenünk és föl kell újítanunk, és tegyük mellé mindazt, amit ennek a generációnak is kötelessége és feladata. Én ezen gondolatok jegyében gratulálok ez a kiváló értékvédő munkához, hiszen erről van szó. Balesetmentes közlekedést kívánok, és hát örülök annak, hogy Kunhegyes ezt a régi útszakaszt meg tudta menteni, meg tudta őrizni. Gratulálok ezt polgármesternek, az önkormányzatnak, mindenki, aki dolgozott azért, hogy itt ez az útszakasz elkészüljön. Bízom a folytatásban, az önök városa Kunhegyes ezáltal is szebb lett, büszkék lehetnek erre az értékre. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Köszönöm. Igen, minőségi munkát végezte, ezt nagyon köszönjük, és egy emléklapot szeretnék átadni. A következő percekben felkérem dr. Fazekas Sándor földművelődési miniszter urat és Szabó András polgármester urat a szalag ünnepélyes átvágására, mellyel megtörténik a felújított Zádor utca Makadám út burkolatának átadása.
végére értünk. Megköszönöm, hogy jelenlétünket. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Kunhegyesen, és dr. Fazekas Sándor főnemesi miniszter úrral beszélgetünk. Egy nagyon régi úton állunk, amely most megszépült. A nagykunsági alföldi települések és dicsekedhetnek komoly építészeti örökséggel. Kunhegyesen az itteni Zádor utca felújítása történt meg, ez mintegy 130 évvel ezelőtt épült, bazalt kocka burkolatú, és most az önkormányzat egy 18 millió forintos költségvetést tudott erre elkülöníteni. Elkészült a munka, és most már szolgálja a közlekedők biztonságát is, de ami nagyon fontos, a településképnek is egy meghatározó eleme, nyilván nem olyan hangsúlyos, mint a nagy templom, vagy a városháza, vagy jó néhány középület, de idéz egy olyan kort, a millennium időszakát, amikor a alföldi városok is annyira jól álltak anyagilag, hogy ilyen beruházásokat megengedhettek maguknak. Ekkor épültek az első kövesutak, hiszen a világban nádasházak és sáros utcák jellemezték a mi vidékünket, de már az első lépések megtörténtek a korszerű közlekedés kiépítése felé. Ebben fontos szerepet játszotta a vasút, a Tisza szabályozása, amely a hajózási feltételeket javította, de az első kövezett utak is akkor épültek. És hát ahogy elhangzott az önbeszédében, és ez azért is példaértékű, mert itt a környéken csak Kenderesen van egy hasonló, máshol mindenhol eltűntek ezek a 100 éves utak. Visszabontották már ezeket, vagy valahol aszfalt burkolatok alatt lappanganak. Kenderesen van egy szakasz, ami nagyon szép települési érték, védett szintén. Hát valamikor a karcagi főtér is még kisgyermekkoromban ilyen burkolattal dicsekedhetett, de utána áldozatul esett a szocializmus erőltetett urbanizációjának, és szerintem sokan mai napig hiányolják. Én bízom benne, hogy kerülnek még elő olyan szakaszok a kunsági településeken, akár útfelújítás kapcsán is, amelyeket vissza lehet állítani. Itt ez viszont eredeti állapotában maradt fenn, és így külön érték. A megyében tudtommal nincsen hozzáfogható útszakasz. Közlekedés történeti szempontból is, de a települési kép, az utcakép szempontjából is egy érdekesség. Ilyen hasonló, kisebb, nagyobb régi emlékek tudják a városok hangulatát barátságossá, kedvessé tenni. Kandeláberek, padok, kisebb hidak, amelyek az árkok vagy a vízfolyások fölött ívelnek át, régi szép kerítések és hát az utak természetesen. Reméljük, hogy akkor lesz még sok hasonló ilyen felújítás. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, mára megköszönjük megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek, és további kellemes nyarat kívánunk!